Ebben a részben pedig meg fogjuk nézni azt, hogy miért is hívták Nazarénusnak, honnan ered ez az elnevezés, illetve meg fogjuk látni azt is, hogy már a Tanákban is szerepelt a Nazarénus kifejezés, illetve maga az elv és maga ez az elgondolás, hogy valaki teljes mértékben odaszánja magát Jahuának és ezt az utat járja. Most megnézzük meg, hogy hogyan hívták őket valójában. Ez apostolok 24:4-6. Ez ugye Saul, amikor Félix elé kerül. De hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, kélek, hallgass meg minket röviden a te kegyelmességed szerint. Ez ugye a farizeus. Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén levő valamennyi jahudi vagy zsidó közt, és a nazarénusok felekezetének feje. Ez egy nagyszerű alkalom lett volna neki, hogy azt mondja, hogy a keresztények feje. Azonban nem ezt mondta, hiszen nem úgy hívták őket, hanem Nazarénusnak hívták őket. Mindjárt megnézzük, hogy honnan jön ez a név. Azonban a lényeg az, hogy ők is félreértetik, ugyanúgy, ahogy ma is félreérti mindenki. Ki a templomot is meg akarta fertőztetni, meg is fogtuk őt, és a mi törvényünk szerint akartuk megítélni. Azaz Nazarénusnak hívták ezt a felekezetet. Ennek egy neve volt, ugyanúgy, hogy a farizeusok felekezetének, vagy a szaduceusok felekezetének, a nazareusok felekezetének is megvoltak a sajátos jellemzői. Következő részben, mikor megvizsgáljuk a történelmi hátterét a csoportnak, látni fogjuk, hogy mi is ez, azonban mindenkinek világos kell, hogy legyen, hiszen a brit hadasá, az új szövetség erről szól. Hit plusz a Tora együtt az út. Ez az, amit a nazarénusok, illetve ez a felekezet ötvözött magában. Ezért utálták őket a pogányok, és ezért utálták őket a farizeusok, illetve a jahudim szintén. Hiszen se nem hozzájuk tartoztak, se nem a pogányokhoz, hanem pontosan a keskeny utat jártak, és Nazarénusnak hívták őket, és Saul volt a feje ennek a csoportosulásnak. Tudjuk, hogy ez mind a kettőt ötvözi magába, hiszen elmondja Saul a 24-es fejezetben, a 14-es versben. Erről pedig vallást teszek néked, hogy én aszerint az út szerint, melyet felekezetnek mondanak. Nyilván nem azt mondja, hogy felekezet, hanem egy más szó kell, hogy ott álljon. Nézzük meg, hogy mi ez a kifejezés. Ez a szó nem más, mint a görög kifejezés. Strong's G139, Hieresis. Hieresis, amiből az angol kifejezés heresy a magyar szó eretnek származik. Szekta vagy eretnek. A szó jelentése pedig választás. A Strong's definíciója szerint egy párt, vagy valamitől való kiválasztódás, eretnekség, vagy szekta, heresis. Hogyha megnézzük a Thayer's görög lexikon szerint a jelentését, akkor szintén azt látjuk, hogy egy választás, vagy valami, amit kiválasztottak, vagy pedig egy embercsoport, ami elválasztódik egy másik csoporttól, vagy másik csoportoktól, és a saját útján jár. Egy szekta, vagy egy párt. De az elsődleges jelentése az elfogni valamit, vagy elfoglalni valamit. Érdekes az, hogy megemlítik itt a szektát, ugye a szaduceus szekta az egyik, ez apostolok 5:17, amikor arról beszél, hogy az egy szekta. A farizeus szekta az apostolok 15:5, illetve 26:6. És ugye itt azt írja, hogy a keresztény szekta, ami apostolok 24:5, amit láttunk, hogy nem kereszténynek híve, hanem Nazarénusnak. Tehát azt az utat, amit nekünk követni kéne, azt Nazarénusnak hívták, és az egyáltalán nem azonos azzal a keresztény felfogással, ami ma történik. Úgyhogy ha megvizsgáljuk az eredeti írásokat, akkor láthatjuk, hogy ők azonosították a kereszténységgel, azonban a cselekedeteik ezeknek az embereknek nem azonosak azzal, amik ma történnek. Miért? Erről pedig vallást teszek néked, hogy én aszerint az út szerint, melyet felekezettek mondanak, a Nazarénus felekezet, amit mondott az ötös versben ugyanitt, úgy szolgálok az én atyáim hatalmasságának, hogyan? Mint aki hiszek,
mindazokban, amik a törvényben, a Tórában és a prófétákban meg vannak írva. Azaz ő még mindig arra utal vissza, hogy ő úgy él, ahogyan az le van írva a törvényben és a prófétákban. Az, hogy hiszek, az nem azt jelenti, hogy ő ül, gondolkozik és mondogatja, hogy hisz. Az azt jelenti, hogy ő úgy él, hiszen ezt megvizsgáltuk és láthattuk Galatákhoz, Rómaiakhoz, Első János, Első Péter és a többi. Hogy a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Ő a törvények és a proféták szerint él, plusz hitből csinálja azt. Így ötvözi a két oldalt. Ezért mondja rá mindenki azt, hogy ez egy szekta. Sőt, tudjuk, apostolok 28-21-23-ból kiderül, hogy szinte mindenki üldözte ezt, ahogyan az előbb megbeszéltük. A farizeusok, a jahudim, a zsidók azért, mert nem hozzájuk járultak az ajándékokkal és a templomon keresztül, hanem a hitből akartak megigazulni, míg a pogányok azért, mert nem volt nekik elég a hit, hanem a Tora szerint is akartak élni. Ez volt a probléma. Nézzük meg apostolok 28-as fejezetben, hogy mit találunk. Azok pedig mondának néki, mi te felőled sem levelet nem vettünk Júdeából, sem pedig az atyafiak közül idejöve valaki nem jelentett, vagy szólott te felőled valami rosszat. Akarnók azért tőled hallani, micsoda értelemben vagy, mert e felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak. Azaz mindenki e felekezet ellen volt, ugyanúgy, ahogy ma is. Kit érdekel, hogy a keresztények mit csinálnak? Keresztényekről nagyjából tudja mindenki, hogy igazából nem ártanak senkinek. Van néhány dolog, amiben az írásra támaszkodnak, azon kívül azonban az egész egy nagy ellentmondás. Ha valaki azt mondja, hogy ő a Tora szerint szeretne élni, és ő azt hirdeti, hogy ez az út, onnantól kezdve mindenki az ellen van ugyanúgy ma is, ahogy akkor. Az ateista, a buddhista, a keresztény, mindenki. Ez egy problémát jelent mindenki számára, hiszen megmutatja azt, hogy az ember bűnben él. Ez az egyetlen dolog, ami felnyitja az emberek szemét arra, hogy rossz úton járnak. Ugyanígy volt akkor, mint ahogy most. Ez nem azt jelenti, hogy mi jobbak vagyunk. Egyáltalán nem erről van szó. Arról van szó, hogy valami oknál fogva az atya megmutatta azt, hogy ez az út. Nem lehet más, hiszen mindig is ez volt. Ő nem változik meg. Ez az, amit mindenkinek el kell fogadnia. És aki nem fogadja el ezt, az nem azok ellen lázad, vagy azoknak árt, akik ezt az utat járják, hanem ellene szegül az atya akaratának. Kitűzvén tehát néki egy napot, eljövének hozzászállására többen, Saulhoz, kiknek nagy bizonyságtétel lesz szóval a Elohimnek országa felől, azaz meggyőzi őket. Hogyan? Igyekezvén elhitetni ővelük a Jahusa felől való dolgokat, azaz a hitet, úgy a Mósé törvényéből, mint a profétákból, reggeltől fogva, mind est végig. Azaz még mindig a Tanákot használja, még mindig visszautal a Torára és a profétákra, és ötvözi azt a másiákba vetett hitte. Persze bizonyítja nekik azt, hogy Jahusa a másiák volt az a karakter, aki ott járt köztük. Onnan bizonyítja, hogy ez volt megírva. Ha mi azt kidobjuk, akkor nincsen bizonyságunk arra, hogy mi a jó, a helyes megváltóban hiszünk. Ez a baj a kereszténysége, hogy nem tudja bizonyítani, hogy melyik, ki az a idézőjelvetett Jézus, akiben hisz. Hiszen nem használja a Tanákot. Azok a könyvek azok, amik megmutatják, hogy mi a helyes megváltót követjük. Ezért nem helyes az, amit a kereszténység csinál, hiszen eldobta a könyv első felét, és egy másik megváltott választott, aki eltörölt a törvényeket, aki törvénytelen életet hirdet, és aki úgy jött el, mint Isten, mint az atyával egyenragú. Ez a probléma az egészben. És erre világít rá többek között ezek a versek is, hogy ez igenis egy másfajta felekezet volt, egy más utat járt, mint a többség. Mindenki ez ellen volt, Nazarénusnak hívták, és a törvényt, és a prófétákat, és a messiák hitét hirdették. Bizonyíték arra, hogy ő a Torát hirdette, apostolok 9.26-28-ig szintén. Mikor pedig Saulos Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. Milyen tanítvány? Jahusa a másiák tanítvány. Miért nem hitték el ezek az emberek?
Azért nem, mert nem értették azt, hogy ő mit tanít. Azt gondolták, mint amit ma a legtöbben, hogy ő a törvények, a Tora ellen beszélt. Ők tudták, hogy az igazi tanítvány a Tora szerint él. Ezért féltek tőle. Érthető, amit mondom? Ezek az emberek még mindig a Tora szerinti életet hirdették a másiákba vetett hit által, hiszen ez az, ami a másiáktól jött. Ezért nem hitték, hogy ő tanítvány. Kinek a tanítványa? A másiák tanítványa. Hiszen úgy értelmezték, hogy ő a Tora ellen beszél. Ezért féltek tőle. Mi történt ezután? Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vivé az apostolokhoz. És elbeszélé nékik, mint látta az úton Adonájt, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban, nagy bátorságban, Jahusa nevében. Azaz elmondta nekik, hogy őt a másiák választotta ki, és ő igenis úgy tanít, ahogyan az elfogadható mi történik, és ki és bejáratos vala köztük Jeruzsálemben. És elfogadták, mert látták, hogy ő is a Tora szerint tanít, és a másiába vetett hit által. Végestelen végig az egész könyv tanúbizonyság amellett, hogy a hit és a Tora szerinti élet kéz a kézben kell, hogy járjon ahhoz, hogy valaki eljuthasson az atyához. Természetes, hogy a Ruach HaKodes ereje szükséges ahhoz, hogy vezesse az embert és támogassa. Plusz ugye újjászülessen utána az ember. Azonban ez úgy fog megnyilvánulni, hogy az ember a Tora szerinti életmódot folytatja. Máté második fejezet 22-től 23-ig így szól. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Archelaus uralkodik Heródesnek az ő atyának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban megintették Galilea vidékeire tére. Ez ugye a másiák. És oda jutván lakozik Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni. Azaz innen a név Nazarénus, hiszen magát a másiákot, Adonájt is Nazarénusnak nevezték, hiszen abból a városból indult ki az egész mozgalom, illetve oda tért vissza. Ezért hívták Názáretinek innen a mozgalom neve, nem kereszténynek hívták, hiszen láttuk, hogy mit jelent maga a keresztény. Nazarénusnak hívták, annak nevezték. Ez a kifejezés Názáretinek, ez nem más, mint a görög szó, Strong's G3480, Nazorayas. Nazorayas. Melynek jelentése az, hogy názáreti, vagy názáretből származik. Ami érdekes az az, hogy az első számú használati formája az írásokban az, hogy valaki, aki elválasztott, aki elkülönült, azaz kodes, vagy szent. Nazarite, angolul, valaki, aki el van választva. Ezt jelenti a szó. Ilyen értelemben használják. Hogyha megnézzük a Strong's definíciót, akkor szintén azt találjuk, hogy valaki, aki Názáretből származik, vagy ugye azt írják itt, hogy keresztény, de keresztény nem lehet, hiszen a keresztény az egy más szó. Azonban itt van az, hogy Nazarénus, vagy Názáretből való. Ezt jelenti a szó. Mellesleg ez a szó ugyanaz, amit Apostolok cselekedetei 24-es fejezetben, az 5-ös versben olvastunk, hogy a nazarénusok szektája, vagy az a felekezet. Ugyanez a szó az. Ugyanúgy hívták őket, ahogyan a másiákot hívták. Nazarénusnak, vagy názáretinek. Elkülönültnek. Az, aki más, mint a többi ember. Apostolok 24:5. A nazarénusok felekezete, vagy az a felekezet, melyet Nazarénusnak hívnak. Ez Mátéjahu 26-os fejezet 71-es vers, ami így szól, mikor pedig kiméne a tornácra, meglátá őt egy másik szolgálólány, és mondta az ott levőknek, ez is a názáreti Jahusával vala, ez ugye Kefa vagy Péterről van szó. Azonban ugyanúgy názáretinek hívják itt is, Nazarénusnak hívják magát Adonájt. Márk 10-es fejezet 46-tól 47-ig így szól, és Jerikóba érkezének, és mikor ő és a tanítványai és a nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott üle az úton koldulván. És mikor meghallá, hogy ez a názáreti Jahusa, kezdte kiáltani, mondván Jahusa, Daúdnak fia, könyörülj rajta. Azaz szintén arról van szó, hogy názáretinek, vagy nazarénusnak hívják, hiszen ugyanazt a szót használják, ami
Nazarénus vagy názáreti, azaz názáretből való, vagy valaki, aki el van választva. Így hívták őt, ezért így hívták az ő követőit is. Sőt, ha ez nem elég, akkor láthatjuk azt, hogy Adonai saját magát is így hívta. Apostolok 22.8 így szól. Én pedig felelék. Kicsoda vagy, Adonai? Azaz ugye ő felel a látomás, kérdezi a látomást. És mondanékem, én vagyok a názáreti Jahusa, akit te kergetsz. Azaz a nazarénus, hiszen ugyanazt a szót használja, amit itt nazarénusnak vagy názáretinek fordítanak. Így nevezi saját magát is. Én vagyok a názáreti Jahusa, a nazarénus Jahusa. Bizonyára emlékszünk arra, amit Jahukanon 19-es fejezetben, a 19-es versben olvashatunk, Pilátus pedig címet is ír, feltéve a keresztfára. Ez vala pedig az írás. A názáreti Jahusá, vagyis a nazarénus Jahusá, hiszen ugyanazt a szót használja, mint amit, amikor nazarénusnak nevezte a szektát. A nazarénus Jahusá, a Jahudim királya, azaz a zsidók királya. Ez volt az ő megszólítása, ugyanúgy, ahogy a követőké ez volt. Apostolok 21-es fejezet 19-től 28-ig így szól, és ez szintén alátámasztja azt, hogy Saul igenis a mózesi törvényeket, a prófétákat és a hitet egyszerre hirdette, amerre járt. Úgy pontosan, ahogy az összes nazarénus akkor járt, hiszen tudták, hogy különben nem mondhatják magukat Jahusá, ha másják a megváltó tanítványainak, ha másképp élnek. 19. És köszöntvén őket elbeszéli egyenként, amiket Elohim a pogányok vagy a népek között az ő szolgálata által cselekedett. Azok halván dicsőíték Adonájt, vagyis Jahuát, és mondának néki, látod, atyám fia, mely sok ezren vannak Jahudim, kik hívőké lettek, azaz örülnek, hogy ezek a zsidók vagy Jahudim megtértek és hívők lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Még hogyan kell elmondani azt, hogy a hit és a törvény kéz a kézben járt akkor? Különben minek jött volna ide Saul ezek közé az emberek közé? Plusz, minek tette volna még azt, amit tesz majd? Felület pedig azt hallották, hogy te mindazokat a jahudímot vagy zsidókat, akik a pogányok között vannak, a Mósétől, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se szokások szerint ne járjanak. Jahudím szokás, a Tora, az instrukció. Azaz a helyzet mit sem változott. Második Péter 3.15-17-ig leírja, hogy Saul írásait félreértik ugyanúgy, ahogy az összes többit. Akkor is ez volt a probléma, hogy nem értették, hogy mit mond. Ő nem azt mondja, hogy ne metéljék körül. Ő azt mondja, hogy az igazulás nem abból jön. Mit találtak ki? Micsoda annak okáért? Mit tegyük? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy ide jöttél. Azaz ide fognak jönni, mert tudják, hogy itt vagy. Ezt mivel ezért? Azaz bizonyíts be, amit néked mondunk. Ezt találták ki, hogy bebizonyítsa azt, hogy ő nem a Mózestől való elszakadásra tanítja őket, és nem arra tanítja, hogy ne metéljék körül, vagy a Tora ellen. Ez a megoldás. Van mi köztünk négy férfiú, kik fogadalmat vettek magukra. Ez ugye a nazarénus fogadalom, amit megtalálható 3 Mózesben, mindjárt megnézzük, hogy hol. Ezeket magad mellé vevén, tisztulj meg velük, költs rájuk, hogy megnyíressék fejüket. Ugye a haj leborotválása, meg az egész fej leborotválása maga a nazarénus fogadalom, ami szintén a Tora egyik eleme. És megtudják mindenek, azaz mindenki, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. Szóval nem értették meg, azt kéri tőle, hogy bizonyítsa be, hogy ő a törvényre tanítja ezeket az embereket. Akkor miért nem olvassuk azt, hogy nem, én nem fogom ezt megcsinálni, mert szerintem nincs szükség a törvényekre, én nem erre tanítom az embereket, félreértettétek a másiákot, nem kell semmilyen törvényt megtartanunk, csak a hit kell. De nem ezt csinálja, hanem részt vesz az egész műveletben. 26. Akkor Saul maga mellé véve azokat a férfiakat, másnap ővelük megtisztulván, beméne a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, amíg mindegyikükért elvégeztetik az áldozat. Azaz részt vett, bebizonyította, hogy ő a törvényt megtartja.
hogy ő úgy jár a törvényben, a hit szerint, a ruhalkodás vezetésével, Mózes, a proféták, az írások, a Tora, ő így él, ez bizonyította be számukra. Ez volt az út, ez jelentette a nazarénus út, amit a kereszténység elfelejtett, és elfelejtette az egész világgal. Mennyire ugyanaz a helyzet, az nagyszerűen kiderül a 27-28-as versből, ugyanúgy, mint ma. Az emberek továbbra sem értik. Teljesen mindegy, mit csinál, nem értik meg, hogy mi az, amit mond. Mikor pedig a 7 nap immár eltelőben volt, Ázsiából való Jahudim, meglátván őt a templomban, felindíták az egész sokaságot, és reávették kezüket. Kiáltván, izraelita férfiak, legyetek segítségül, ez az az ember, ki e nép ellen, a Tora ellen, és e hely ellen tanít mindenkit mindenütt, ezen felül még görögöket is hozott a templomba, és megfertőztette ezt a kodás vagy szent helyet. Szóval apostolok 21-es fejezet egyértelműen bizonyítja, hogy Saul a Torát hirdette, és nem a körülmetélés, a mózesi törvények, vagy a jahudim vagy zsidó szokások ellen tanított szokások, úgy értem, mint a Tora. Hiszen bebizonyította nekik a nazarénus fogadalommal. Most, hogy megvizsgáltuk azt, hogy miért és hogyan hívták az úgynevezett új szövetségben, a Brit Házasában a másiákat és az ő követőit, nézzük meg azt a kifejezést, hogy Názáret, illetve a názáreti, hogy honnan is ered ez, és vajon találunk-e erre példát a Tanákban? Ha megnézzük, Názáret ugye egy városnak a neve, és ez a G3478 görög szóból ered, mely ugye Nazaret, vagy Nazaret. Ugye angolul van különbség a TH-ét, és a közt magyarul nem nagyon. A Nazaret jelentése ág, hajtás, vagy őrködés. Názáret egy galileai falu, neve az új szövetségen kívül egy 3. századra tehető papi lista töredéken maradt föl. Fenn. Az érdekesség az, hogy ez egy héber eredetű szó, ami a H5342 négyszer ág vagy hajtást jelent. A názáreti szó pedig a G3480, és ez ebből a szóból ered, G3478. Ennek jelentése názáreti, vagy a názáreti Jahusa követője. Nazoraios, ez a görög kiejtése. Ez Máté 4.13, és odahagyva Názáretet elméne és lakozik a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli határain. Ugye láthatjuk, ez a Názáret, ugyanaz a kifejezés, G3478 ághajtás vagy őrködést jelent. Ez előfordul még számtalan versben, itt oldalt láthatjátok, Máté 21.11, a galileai Názáretből való proféta, és ezekben itt, amiket oldalt olvashatunk. Ez mind-mind ugyanaz a kifejezés, ághajtásból ered, az, hogy názáreti Jahusa, illetve természetesen Názáret a neve a településnek, ahonnan érkezett. Azt is láthatjuk ugye Máté 2.23-ban, hogy így fog neveztetni, és arról beszél, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni. A kérdés az, hogy vajon honnan tudjuk azt, hogy názáretinek fog neveztetni, illetve vajon ez egy profécia, és ha igen, hol olvashatjuk ezt? Még nézzük meg néhány verset azért, ez Máté 26.71-es vers, mikor pedig kiméne a tornácra, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és mond az ott lévőknek, ez is a názáreti Jahusával van. Ez ugye, amikor Pétert, a Kefát fölismerték az ítéletkor, itt is arról beszél, hogy názáreti, azaz Názáretből való, illetve ki fogjuk deríteni, hogy mi egyebet is jelent még az, hogy názáreti. Ez itt Márk 10.46, amely így szól. És Jerikóba érkezének, és mikor ő és az ő tanítványai, és nagy sokaság Jerikóból kimennek valat, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ül az úton, koldulván. Ugye megérkezik Jerikóba, és mint mindig nagy sokaság már várja, illetve követi. És amikor meghallá, hogy ez a názáreti Jahusa, kezdte kiáltani mondván, Jahusa, Daudnak fia,
könyörülj rajta. Azaz ő is názáretiként ismeri, illetve názáretének hívja Jahusát. Ez Jehokanon, Jokanon vagy János 19.19, Pilátus pedig címet is íra, és feltevi a keresztfára. Ez vala pedig az írás, a názáreti Jahusá, a Jehudim király vagy a zsidók király. Azaz Pilátus is tisztában van azzal, hogy názáreti a neve, és igazából senki nem hívja őt kereszténynek. Nyilván, hiszen még nem feszítették meg, én azt értem, azonban a lényeg az, hogy miért adnánk neki más nevet, mint ahogy akkor azok, akik legközelebb álltak hozzá, nevezték őt. Ez az egyik kérdés, a másik pedig, miért is akarná bárki valaki úgy hívni magát, ahogyan állítólag megölték a megváltót? Mi a logika abban, hogy a keresztre utalunk, azt viseljük a ruházatunkon, vagy a nyakunkban, vagy az autóban, vagy össze-vissza, amikor az jelképezi azt, ahogyan meghalt ő, plusz a bűn jelképe, és ennek ellenére az emberek ezt a kifejezést használják, illetve ezt a szimbólumot. Apostolok 22.8 így szól, én pedig felelék, kicsoda vagy Adonai, és mondta nekem, én vagyok a názáreti Jahusá, akit te kergetsz. Azaz ő saját magára is úgy utalt, mint a názáreti Jahusá. És ekkor már ugye Saulhoz beszél, ez már a kereszt halál után volt, szóval mondhatta volna azt is, hogy én vagyok a keresztény Jahusá, de nem ezt mondta, azt mondta, hogy én vagyok a názáreti Jahusá, és amint láttuk, názáreti az a názáreti Jahusá követője, és megnéztük, hogy melyik szóból ered, plusz azt is tudjuk, ez az a kifejezés, G3178, Nazaret, ugye ághajtást jelent a szó. Természetesen a falu neve is, azonban ne felejtsen senki, hogy ez ághajtás, és a Héber 53-42 szóból Netzer az, ahonnan ered. Szóval, ha tudjuk, hogy Názáret nevű város az a H5342 ághajtás szóból ered, akkor nézzük meg, hogy mi az, amit, hol találjuk meg ezt a kifejezést. Ez a szó Netzer, 53-42 virágszál, bimbó hajtás rügy sarj, mely hímnemű főnév, és Netzerként ejtjük ki. Ha Gesinius Óhéber szótárt nézzük, akkor hajtás sarj ág, és egy nem használatos gyökből ered, mely az arab alapján zöldel, azt jelenti a kifejezés, hogy zöldel. Ha elugrunk Ézsaiás Jesiáhu 11-es fejezethez, akkor láthatjuk azt, hogy ez valóban egy profécia, de igazából nem az az érdekes, hanem az, ahogyan fogalmaz. Ézsaiás 11 első fejezet. És származik egy vesszőszál Jesai, vagy Ézsaiás törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik, a virágszál pedig nem más, mint Netzer, azaz az a szó, amit mi vizsgáltunk, Nun, Cadi, és egy res karakterekből áll. A Nun az mag, tulajdonképpen a piktografikus jele, míg a Cadi az egy út vagy ösvény, és a res pedig az ember feje. A Nun jelentése mag, élet, folytonosság, örökös fiú vagy leszármazott, míg a Cadi az utat jelent, ösvényt, utazást, vagy egy üldözést, vadászatot, vagy pedig igaznak lenni, vagy valaminek az oldalát, míg a Res az ember gondolatait, vezetést, vezetőt, vezért, kezdetet, vagy elsőt jelent. Ha meggondoljuk azt, hogy egy vesszőről, egy hajtásról, egy ágról, egy zöldellésről van szó, akkor láthatjuk, hogy ez a szó Netzer azt jelentheti, hogyha így értelmezzük, hogy az élet vagy a folytonosságnak az útja vagy az ösvénye, mely vezeti az ember gondolatait. Ez a hajtás. Hiszen ez új élet jön ki abból. Nem csak szó szerint, ahogyan egy új hajtásból, hanem az embernek, az ember is újjá születik, hiszen a gondolatai újak lesznek, és egy új úton indul el, az élet útján indul el. Nézzük meg még egyszer akkor Jesiáhu Ézsaiás 11-es fejezetet. És származik egy vesszőszál Jesáj törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevelkedik, Netzer,
Második, akin Jahuának lelke megnyugoszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak, hatalomnak lelke, és Jahua ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik Jahuának félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett, megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Leheletével, gondolom. Szóval egyértelműen a Mássiákra utal, aki lesz ez a virágszál. Szóval nem csak, hogy Názáretből származik, hanem ő maga az a virágszál, az a netszer, ahonnan ered ez a szó, Nazirénus vagy Nazarénus. Beszéltünk már arról, hogy Saul maga is megfogadta ezt a nazireusi fogadást, mely Bamibár 4 Mózes 6-os fejezetben található. Amiért érdekes ez a dolog, ez a szó nazireusi fogadást, ha megnézzük, nazir, ugyanazok a karakterek alkotják egy jod betoldásával, mint az előző szót, a virágszálat, ugye a nun, a cd, jod és a res karakter. Jelentése pedig az, hogy oda szentelni valakinek magát, oda szánni magát, vagy pedig maga a nazireus. És a meg nem metszett szőlő, vagy a megszentelt, szüreteletlen szőlő szintén így fejezik ki ezzel a szóval nazir. Persze a szó pontozása más, mint a virágszálé, azonban ugyanazok a karakterek alkotják. Ugyanúgy a szentelje kifejezést, mely nazar, ami szintén nun res, nun cadi és res karakterekből áll, és ez azt jelenti, hogy oda szenteli magát valamilyen célra, valakihez. Elkülönül, elhatárolódik, elválasztja magát, tartózkodik valamitől vallási értelemben. Elkülönít, elválaszt, távol tart. Ez a szó jelentése nazar. Úgyhogy ha elolvassuk a nazireus törvényt, akkor meg fogjuk érteni, hogy ez sokkal több van a nazarénus kifejezésben, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. 4 Mózes 6.1 így szól, és szóla Jahua Mosénak mondva. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik, mikor férfi vagy asszony külön fogadást tesz, nazireusi fogadást, hogy így Jahuának szentelje magát, és aztán leírja, hogy mi ennek az odaszentelésnek a menete. Szóval, ha ez az ember oda szenteli magát valamilyen célra valakihez, elkülönül, elhatárolódik, vagy elválasztja magát, ez tulajdonképpen ugyanaz, amit úgy hívunk, hogy megszentelés. Ezért használja ezt a szót. Ugye kodes azt jelenti szent, a nazár szintén azt jelenti. Sőt, ha visszatérünk Máté 2. fejezet 23-hoz, látjuk, hogy a názáretinek ez a szó názáreti, vagy a názáreti Jahusa követője, G3480, és megvizsgáljuk a Blue Letter Bible oldalon, akkor látjuk, hogy G3478-ból ered, ugye ez a kifejezés Nazorios, G3480, melynek jelentése az, hogy valaki, aki elválasztja magát, azaz más, elkülönül. Ugyanaz a kifejezés, amit használ Bamidbar 6-os fejezetben arra, hogy a nazireusi fogadást megtegye valaki, aki elválasztja magát a többitől. Szóval, aki ezt a nazireusi fogadást megteszi, az annak az időtartamára, hogy a Huának szenteli magát. Ezt látjuk például a 6-os versben egész időn át, melyre a Huának szentelte magát, megholtnak testéhez be ne menjen. Ez a szentelte magát, ez a nazár szó, míg a 8-as versben az ő nazireusságának egész idejében szent legyen, ez a kifejezés viszont már a kadosh vagy kodesh, szent, azaz odaszentelt. Megbeszéltük, hogy Saul ezt a fogadalmat tette, onnan tudjuk, hogy többek között, hogy a 27-es vers, ugye ez Apostolok Cselekedetei 21-27, mikor pedig a 7 nap immár eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók meglátván őt a templomban,
felindíták az egész sokaságot és rávették kezüket. Ha 4 Mózes 6, 9-es versben pedig azt írja, hogy nyírja meg a fejét az ő tisztulásának napján, a 7. napon nyírja meg azt, és a 8. napon vigyen 2 gerlicét, 2 galambfiat a papnak a gyülekezet sátorának nyílásához, és végezze el az áldozatot. Azaz erről a fogadalomról volt szó. És Saul elvégezte ezt, nem azt mondta, hogy nekem ez nem kell, én keresztény vagyok, én azt csinálok, amit akarok, hanem elvégezte azt a nazireusi fogadalmat, mikor is Jahuának szenteli magát, amely a Torában van leírva, mégpedig 4 Mózes Bamidbar 6-os fejezetben. Hogyha valaki emlékszik, Birák Sofatim 13-as fejezetben Sámsonról van egy történet, ahol is a 4-es, 5-ös vers így szól, azért most megóvd magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalat. Ez ugye Sámson anyjának szól. Mert ímé terhes leszel, és fiat szülsz, és beretve ne érintse annak fejét, ugyanúgy, ahogy a nazireusi fogadalomban, mert Elohimnak szenteltetett lesz a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezébe. Sámson természetesen egyfajta előképe a másiáknak, ugyanúgy, ahogy József Egyiptomban, vagy Mózes, és még néhány. Természetesen nem olyan tökéletesen, mint Mózes, de attól függetlenül a tevékenysége egyértelműen ugyanabba, illetve hasonló kategóriába esik. A lényeg azonban ez a megszenteltetett, ami Nazir. Abból a kifejezésből, amit megvizsgáltunk az előbb, a Nazarénus, vagy Nazár, ugye a Nun, a Szadi és a Res hozzáadva a Jód, odaszentelt, odaszánt ember. Megnézzük a katolikus verzióját a Bibliának, akkor látjuk azt, hogy borotva ne érintse a fejét, ez Sofatim 13.5, mert ez a gyermek Elohim Nazírja lesz. Azaz valaki, aki Elohimnek van szentelve, aki elválasztja magát a többitől, és Elohim útját járja. Szóval jobban körülnézünk, látjuk, hogy a károli verzión kívül, mely szenteltetett ír, ugyanez a kifejezés a katolikusban Nazir, de az amerikai King James verzióban is Nazarite, ugyanúgy, ahogyan a Scriptures verzióban szintén Nazarite, szóval ők azonosítják a szenteltetettet a nazireusi fogadalommal, mint ahogy ez tulajdonképpen az a kifejezés is. Még azt vizsgáljuk meg, hogy amennyiben a Jod karaktert hozzáadjuk ehhez a szóhoz, mi történik, ugye a Nun, a Tzadi és a Res megmarad, és a Tzadi és a Res közé fog beékelődni ez a Jod karakter, mely egy kar, vagy egy munka, munkásság, cselekedetet jelent. Akkor látjuk, hogy ez az odaszentelés, vagy elválasztódás azt jelentheti, hogy az élet, vagy az élet folytonosságának útján vagy ösvényén való munkásság vagy munkálkodás gondolatai ezek. Ez az, amikor az ember oda szenteli magát. Az élet útján megy előre, halad, azon munkálkodik, a cselekedetei ezt fogják tükrözni. A gondolatai ezt fogják, a valóságban így fognak megnyilvánulni a gondolatai. Ez fogja vezetni őt az élete során. Remélem, hogy mindenki érzékeli azt, hogy hatalmas különbség van a keresztény kifejezés, illetve a nazarénus kifejezés között, amit eredetileg használtak. Nem csak arról van szó, hogy Názáretből érkezett a másiák. Persze annak is jelentősége van most, hogy értjük, hogy mit is jelent a Nazer, vagy a Nazir kifejezés, melyből Názáret neve keletkezett, hanem azért is, mert ez egyértelműen kifejezi, hogy az ember cselekedetei azok, amik megmutatják, hogy ő valójában kit is követ, melyik úton is jár, ahogyan az kellene. Míg a kereszténynél sajnos ez nem található meg. Nem azt mondom, hogy a keresztények rossz emberek, csak azt próbálom ezekkel a videókkal érzékeltetni, hogy az igazság sokkal összetettebb annál, mint ahogy azt nekünk mondták, vagy mint a legtöbben azt gondolják. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!